Tisztelt jelenlevő barátaink, mindig előtt hagyj köszönjem meg azoknak a fiataloknak, akik ebből a 2012-es alkalomból is székely viseletbe öltöztek, mert ő miattuk, ő velük van teljes és létjogosult az Ezer Székelyalj napja. A barátaim és szervezőtársaim, Antal Attila polgármester és népes csapata, az együttes András Misi, Füleki Zoltán és népes csapata, sok csendes, jószándékú társal együtt az idénre azt a célt tűzték ki maguknak, hogy a délutáni nagy fotográfián, amit nem sokára itt elkészít a Prorbe díjas Ádám Gyula barátunk, ezeren fölül székelyruhába öltözött lányt tudjunk megszámolni. Ez 90 után még egyszer sem sikerült, és itt az ideje, hogy átlépjük azt a határt, amit Tomokos Pál Péter 1931-ben megálmodott. Én ezúttal csak a köszönet hangján kívánok és fogok szólni, mert azt gondolom, minden, ami időtálló üzenet, az a kegytemplomban elhangzott, és aki nem volt ott, pont úgy, mint a mesében, hadd járjon majd utána. Köszönöm és köszöntöm testvérvárosunk küldöttségét, Földi Laci barátunkat, az alpolgármester kollégát, a ceglédieket, a budakesziéket és a gödöllői barátainkat. Köszöntöm a székelyföldi települések, önkormányzatok vezetőit. Köszöntöm és köszönöm Boros Károly Esperes atyának az elmúlt években az Ezer Székelyalj Alapítvány élén elvégzett munkát. És végül, de nem utolsó sorban, köszöntöm a kézműveseknek, a hagyományápolóknak, mindazoknak, akik csendes társként, vagy az élvonalba haladva hozzájárultak, ha csak egy csipetnyivel is a mostani 2012-es Ezer Székelyalj napjához. Gondolatként pedig csak annyit, amit évről évre föl kell mi elevenítenünk, föl kell nekünk elevenítenünk, hogy ma nem csak nehéz székelynek lenni, hanem a politikai konjunktúrában, amit részben saját magunk teremtettünk saját magunknak, részben pedig mások csaltak vele, lassan székely sem lesz már ezen a földön. Elég, hogyha elővesszük a népszámlálás adatait, és csodálkozva fogjuk megtapasztalni, hogy székelyek már alig nem léteznek. Én jelentem, kedves barátaim, bár az asszony, mindenkinek a felesége otthon a földön, a főnök, nem voltam otthon és a népszámlálásnál magyarnak diktált be engem, én a népszámláló biztost visszahívattam, áthúzattam az űrlapot, és székelynek, magyar anyanyelvű székelynek írattam be magam. Nem másért, csak amikor a román testvéreink kikiáltják a székelyföldi autonómiát, és azt mondják, hogy a székelyek maradjanak, a többiek pedig kiki menjen oda, ahová nyilatkozta magát, akkor legalább én tudjak itt maradni. Azt szerettem volna ezzel érzékeltetni, hogy nem véletlen, hogy a kovásznai prefektus azt kezdte ösztönözni, hogy a székely nevet ne használjuk. Hogy ne legyen Székely Vágta, Székely Leány napja, és így tovább. Azért tudják ezt ma már okosan kihasználni, mert mi elég buták vagyunk ahhoz, hogy ne valljuk magunkat székelynek. Kedves barátaim, van tehát tennivaló elég, nem elég csak a népviseletet elővenni, nem elég csak szőttesbárt szervezni, nem elég csak a Székely Vágta, nem elég csak a Székely Himnusz, nem elég csak a Székely Zászló, nem elég csak a Székely Népviselet, hanem a székelység vállalása és megvallása a mi küldetésünk. Ez a paradigmaváltás, és erre kell sor kerüljön. Amíg ez nem történik meg, addig itt Székelyföld már csak volt, mert székelyek nélkül ezt építeni, megvalósítani nem lehet. Ez részemről a 2012-es üzenet, és bízom benne, hogy a legkövetkező népszámláláskor már sok Rádúj Robi lesz, aki a feleségét is székelynek íratja majd, remélem én is addig átveszem otthon a hatalmat, nemhogy az asszony dönti el, hogy mi a férje. Mert szükség van komoly vezető emberekre, de mindenek előtt komoly családanyákra, családapákra. Otthonokra van szükség itt a Székelyföldön. Ebben, ezen gondolatok jegyében
nyilvánítom megnyitottnak az idei ezerszékelőhely napját, köszöntöm a szentmihályiakat, és bízom benne, az idén is népes csapat lesz az, aki elnyeri a legnagyobb település, a legreprezentatívabb település címét. Hajrá Székelyföld! De ez nem elég. Hajrá székelyek! Holnap is legyünk azok, amik ma vagyunk. Köszönöm szépen, hogy együtt vagyunk. Nagyon szépen köszönjük Rádúj Róbert Kálmán polgármesterünk köszöntő szavait, megnyitó beszédét. Én szerintem megszívlelni való. Most pedig Boros Károly Esperes úrnak, az Ezerszékely Leány Napja Alapítvány elnökének adnám át a szót. Dicsértessék a Jézus Krisztus, örökké, amen. Nagy szeretettel köszöntök mindenkit. Elsősorban nagyon megköszönöm Rádúj Róbert Kálmán polgármester úrnak a mindig bátorító, buzdító és nyílt beszédét, amely nagyon-nagyon szükséges minden időben és a mai világunkban, a mostani pillanatban is, évben is és a következő években is. Örvendünk, hogy újra választhattuk őt Csíkszered a polgármester évé, mert szükségesek a nyílt beszédű, erős gerinctartású emberek a vezetésben, és hozzá fel akarunk csatlakozni, mert egyedül nem tudná kivitelezni nemes szándékait, gondolatait, amiket megvall és kinyilvánít. Jóisten áldja meg. Csupán néhány szót, hiszen a lényeget Csaba atya a templomban elmondotta. Én csak egy hasonlatot szeretnék mondani. Egy valaki, aki inkább földi karrierre állította be a gondolkozását és a magatartását, és a családját is. És úgy gondolta, hogy az a minden, hogyha jó megélhetése van, jó összeköttetései vannak, és gyermekeit jó sportos és jó előre haladásba és irányba állítja be. Egy nap azonban a 20 éves fia hegymászás, sziklamászás közben lezuhant, és néhány napon belül meg is halt. És ez a nagy elgondolásokkal tele édesapa utána pár hét múlva elmondotta, rájöttem arra, hogy fölösleges, hiába való dolgok után törtem magamat, mert ime az eredmény halott fiam. És ebből azt a következtetést vontam le magamnak és mindenkinek üzenem, a szeretet megélése a legfontosabb. A szeretet megélése Isten iránt és embertársak iránt. Isten akarta, hogy magyarok legyünk, székelyek legyünk, Isten akarta, hogy hívő emberek, keresztények legyünk, és ez a köttetésünk feladatot, küldetést is jelent Isten részéről. Nem szabad, hogy Isten szándékát bárki meghiúsítsa. Isten azt akarta, hogy nemzetek létezzenek, és így köztük a magyar is, a székely is. Azt akarta, hogy minden ember kapcsolatba kerüljön a Teremtő Istennel, és ez feladat is számunkra, hogy ezt ennek a hitnek a fényében éljünk, gondolkozzunk. És ugyanakkor a szeretetet, amely halhatatlan, a szeretet mindig megmarad a síron túl is, és azt akarja Isten, hogy ezt a szeretetet erősítsük vele szembe, és rajta keresztül embertársainkkal, hogy valóban testvért, édes testvért, Isten családjában az édes testvért lássuk egymásban, segítsük, erősítsük, bátorítsuk, mert így maradunk, és tudunk fennmaradni annak, aminek az Isten is akar. És Isten szándékával ellentétes lenne, hogy bárki ebbe az isteni tervbe beleavatkozzék, és ezért tiltakozik mindig az egyház az emberi jogok érdekében, mert azt az emberi jogot Isten adta meg. Isten van mögöttünk, minden ember mögött, és azt keresztül húzni
Isten bántás, Isten gyalázás lenne. Hát ezt akarjuk mindig öntudatunkban tartani, és ápolni és erősíteni. Ennek egyik mozzanata is, és kiemelkedő ünnepe az Ezerszékely Lányok napja, amit most immár 81. éve ünneplünk. Ilyen alkalmakkor ott bent is átadtunk néhány díjat, még itt is egy kicsit folytatjuk a házigazda számára, Csíkszent Mihály polgármesteri hivatal és polgármesterének egy kis székely ruhát kislány számára, aki utóbb könyvelődött be az újszülöttek közé, annak szánjuk azt, és ugyanakkor a házigazdának, a polgármester úrnak egy házi kenyeret, mint bent is a templomba átadtunk Bőte Csaba atyának is, és egy nagy családosnak is, hogy az abból táplálkozik, és a szívének gazdagságából ossza önmaga energiáját, erejét, szeretetét, és minden erőfeszítését a községe és annak lakói számára. Jóisten áldjon meg mindenkit. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kósa Péter Csíkszent Mihály polgármestere vette át a kenyeret.